el ezt az egyenletet. Először is, ugye, zárójel felbontással kezdünk. Beszorozzuk a 3-mal a 2x-et is, és a mínusz 1-et is. 3-szor 2x az 6x, 3-szor mínusz 1 az mínusz 3. Most a mínusz 2-vel beszorozzuk az x-et is, és beszorozzuk a plusz 3-at is. Mínusz 2-szer x az mínusz 2x, mínusz 2-szer plusz 3 az mínusz 6. És ez egyenlő lesz. Ezen az oldalon is elvégezzük a zárójel felbontást. 2-vel beszorozzuk a 2x-et és a mínusz 1-et is. 2-szer 2x az 4x, 2-szer mínusz 1 az mínusz 2 plusz. Ugye itt nekünk szerencsénk van, mert ez olyan, mintha egy plusz 1-es lenne odaírva, hogy 1-szer x az 1x, plusz 1-szer plusz 3 az plusz 3. Most már összevonunk a 6x-et és a mínusz 2x-et. 6x-ből 2x az 4x. Mínusz 3, mínusz 6, az pedig mínusz 9, és egyenlő lesz. Ezen az oldalon van nekünk 4x meg x az 5x, mínusz 2 plusz 3, az pedig plusz 1. Ezután a mérlegelv alapján folytatjuk. Mindkét oldalról elveszünk 4x-et, akkor ezen az oldalon megmarad nekünk a mínusz 9, ami egyenlő lesz. 5x-ből 4x, az 1x, és megmarad még a plusz 1. Mindkét oldalból elveszünk 1-et, mínusz 9 mínusz 1, az mínusz 10, és az egyenlő lesz x-el. Tehát megkaptuk, hogy az x-re az eredményünk az mínusz 10, most már csak ellenőriznünk kell. Kezdjük is a bal oldallal, és ugye az x helyére mindenhol be fogjuk helyettesíteni a mínusz 10-et. 3-szor 2-szer mínusz 10-ből 1, zárójelbe zárvaból 2-szer zárójelbe mínusz 10 plusz 3, zárójelbe zárva egyenlő. Kezdjük először is a zárójelen belül. 2-szer mínusz 10 az mínusz 20, mínusz 20 mínusz 1, az ugye nekünk mínusz 21. Mínusz 10 plusz 3, az lesz nekünk mínusz 7. 3-szor mínusz 21, az mínusz 63, és akkor mínusz 2-szer mínusz 7, az ugye plusz 14 lesz, és ez egyenlő lesz, ugye mínusz lesz biztosan az előjelünk, és kiszámoljuk, hogy 63-ból 14 az mennyi. 4-hez, hogy 13 legyen, adunk 9-et, maradt az 1, 2-hez, hogy 6 legyen, adunk 4-et, tehát mínusz 49 lesz az eredményünk. Megnézzük a jobb oldalt is. 2-szer, 2-szer mínusz 10-ből 1, meg mínusz 10 plusz 3 egyenlő. 2-szer mínusz 10 az mínusz 20, mínusz 1 az ugye mínusz 21, mínusz 10 plusz 3 az mínusz 7 lesz, 2-szer mínusz 21 az mínusz 42, plusz mínusz 7. Plusz-minuszból lesz nekünk mínusz, és akkor mínusz 42 mínusz 7 az mínusz 49 lesz, és láthatjuk, hogy a bal oldal megegyezik a jobb oldal, tehát jól számoltunk.